Jó alavárt létszám felett jelentek meg az aktív és veterán birkozók a pénteken zajló első alkalommal megrendezett udvarhelyi birkozók világtalálkozóján. A vendégek egyharmada külföldről érkezett volt, aki a távoli kanadai Ontárióból jött el csak erre az eseményre. Bár a megjelentek között nagyon sok udvarhelyszékit köszöntöttek, a találkozó elnevezése arra utal, hogy legtöbbjük udvarhelyi színekben érte el első komolyabb sikereit. A találkozó első momentumaként egy kopjafát állítottak a városi sportcsarnok előtti téren azok emlékére, akik sokat tettek a birkózás népszerűsítéséért, Székelyudvarhely hírnevének öregbítéséért, majd az ünnepség a Rákóczi Sportcentrumban folytatódott, ahol a megjelent sportolókat név szerint szólították, emléklappal jutalmazták, felsorolva aktív éveiket, legnagyobb eredményeiket. A megjelentek számára a birkózók mai generációja több súlycsoportban bemutató mérkőzésekkel tisztelgett, a nagy elődök előtt a kivetítőn több tucatnyi képkocka elevenítette fel az udvarhelyszéki birkozók múltját az 1960-as évektől napjainkig. Romániai magyar birkozás annyira fölemelkedett a székelyudvarhelyi színekbe, hogy az ország legjobb csapata voltunk az NB1-es A divízió keretében. Vertük végig az összes nagy központokat, Bukarestbe győztünk otthonukba, Temesváron, Brassóba, és a más nagy központokat is mindig megvertük. Sok esetben még az is előfordult, miután olimpiai szakosztályi rangot kapott elismerésképpen az országos sporttanástól és a szövetségtől, hogy külföldi versenyekre küldtek az ország képviseletébe. Az ünnepségen elhangzott, akadnak, akik számos ország színeiben lettek bajnokok, sőt olimpikonok is, de mind udvarhelyről indultak. Ki többet, ki kevesebbet tett az udvarhelyi birkozásért, de mindenki elismert részese a több mint 6 évtizedes múltnak. Olyan örökség ez, amelyet nem csak ápolni és gondozni kell, de továbbvinni, sőt a fiatalabb generáció feladata újabb sikerekkel gazdagítani. Nekem ma volt egy fantasztikus élményem a Kovács Jánossal, akivel leültünk, és odajött egy valamikori birkózó kolléga, és bemutatkozott neki. És nem tudta, hogy ki az. És kisült, hogy a legmesszébbről ide érkezett, a Kanadából elutazott, ideutazott Demeter Mózes volt, valamikori tanítványa. Ekkor nekem mindenki fizetődött. Tehát annyira boldog voltam, hogy ez az fantasztikus. Tehát a szervező kollégáimmal együtt ezt a munkát, hogy megcsináltuk, ez egy fontos. Én nagyon boldog vagyok, nagyon elégedett vagyok, és számítottunk, hogy sokan lesznek, de hogy ilyen sokan eljönnek erre a találkozóra, erre nem. A találkozót egyébként egy lelkes birkozókból álló csapat álmodta meg, a szervezésben a székelyudvarhelyi polgármester hivatal is segítséget nyújtott.